A nyári bababőrzét szervező Cifi Civil Központ illetékeseinek célja ezúttal is az volt, hogy megpróbáljanak segíteni az egyre nehezebb anyagi körülmények között élő vajdasági családoknak gyermekeik számára a ruházat, a cipő és a különféle használati tárgyak minél költséghatékonyabb beszerzésében. Úgy gondoltuk, hogy igyekeznünk kell, mert a meleg gyorsabban érkezik, ezért már most megszerveztük májusban a bababőrzét. 85 árus érkezett a gyerekeinek kinőtt ruháival, cipőival, vagy már nem használt játékaival, illetve a babákhoz tartozó kellékekkel, autósüléssel, babahordozóval. Mindezek közül a vásárlók is örömmel válogattak, hiszen nagyon fontosnak tartják azt a lehetőséget, amit a bababőrzék kínálnak számukra. Nagyon jó dolgokat lehet venni, rengeteg anyuka kijön, és sokan kínálják a portékájukat. Az ember már, ha végignéz az asztalokon, látja, hogy azok megvigyázottabb ruhák, vagy piszkosabb ruhák. Az ember oda megy ahhoz az asztalhoz, amelyik tetszik neki, és nagyon jó áron lehet találni ruhákat. A rendezvénynek emellett fontos közösségépítő szerepe is van. Közösségépítő jellege miatt tartom elsősorban fontosnak. Nagyon jó dolognak tartom, hogy segíthetünk egymásnak. Persze szimbolikus áron áruljuk a ruhácskákat, de nekünk sem kell otthon tárolni, és olcsón hozzá tudunk mi is jutni szép újszerű állapotban lévő ruhákhoz is. Az Entai Cifi Civil Központ illetékesei évente 4 alkalommal szerveznek bababőrzét annak érdekében, hogy a szülők minden évszakban hozzáférhető áron juthassanak hozzá a használt, ám jó állapotban lévő és minőséges ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle használati tárgyakhoz.